A Józsa András Múzeum munkatársa mutatja híradónknak a régészeti szempontból kiváló állapotban megmaradt késő bronzkori leleteket. A csákányt, egy hasonló korú bronztókos baltát, illetve egy valószínűleg fegyverként használt bronz láncsahegyet a napokban szállították a régész szakemberek Fábián házáról Nyíregyházára. A férfi, aki megtalálta a tárgyakat szántás közben, helyesen járt el a bejelentéssel, mert az 1711 előtt földbe került tárgyaknak múzeumban van a helyük. Régészként is az ember azért elég sokat álmodozik róla, hogy majd egyik feltáráson egy ilyen tárgyat talál a saját kontextusába. Tehát az úriember az három ilyen tárgyat is talált az elmúlt években, úgyhogy irigykedünk is rá egy kicsit, hogy még sokunknak nem volt ilyen beélménye. Igazából már az is szenzációsnak mondható, hogy az úriember a legelső tárgyat körülbelül 10 évvel ezelőtt találta, és ugye hát nem ismerte föl, hogy régészeti korú tárgyak, ezért nem is nagyon foglalkozott vele, és a nyár folyamán, a múlt nyár folyamán, amikor még lehetett múzeumokat látogatni, akkor az Egri Vár Múzeumban látott a kiállításban hasonló tárgyakat, és akkor rádöbbent az úriember, hogy otthon neki is vannak ilyenek. A leletek nyilvántartásba vétele után megkezdődik a restaurátorok munkája. A fémtárgyakon keletkezett patinákat letisztogatják, reménykedve abban, hogy valamelyik tárgyon esetleg díszítő motívumok is megjelennek. Bárha nem kerül elő díszítés, mi akkor is nagyon örülünk a tárgyaknak, és miután a restaurátorok helyrehozták, amit az idő nagyon kegyetlenül elintézett a tárgyakon, azt követően ugye leltárazásra kerülnek, kapnak egy leltári számot, és akkor leírjuk a leleteknek a méreteit, megpróbáljuk meghatározni, hogy pontosabban melyik időszakból származik. Már így első ránézésre nagyjából tudjuk, hogy a Krisztus előtt 1300 és 1100 környékére tehetőek ezek a tárgyak, és ugye a restaurálás után ezt valószínűleg pontosítani tudjuk majd jobban. A múzeum régészei tavasszal visszatérnek Fábián házára a lelőhely vizsgálata és további esetleges feltárás céljából. A bronzkori tárgyakat egy kisebb tárlat keretében június 11-től a látogatók is megtekinthetik Nyíregyházán.